a vízhálózat kiépítése magába foglalja a Sajkás-Györgyei forrás és a Járeki munkazóna közötti munkálatokat. A vezeték építése mellett egy temerini vízgyár kiépítését is bejelentették az illetékesek. A vízgyár megépítésére vonatkozó szerződést is megkötöttük. A tervdokumentáció várhatóan 2 hónapon belül elkészül, a szükséges pénzeszközöket pedig az illetékes tartományi titkárság forrásaiból biztosítjuk. Így jövőre megkezdődhet annak kiépítése is. A tervdokumentációból derül majd ki, hogy mekkora lesz a munkálatok összértéke. Becslések szerint 1,5 éven belül Temerin község vízgyárat kap. A tartományi titkárság jövőre is támogatja az ilyen és ehhez hasonló projektumokat, mondta Csedomir Bózsit illetékes tartományi titkár. Felhívta a figyelmet arra is, hogy céljuk a mezőgazdaság minden szegmensének a fejlesztése. A tartományi mezőgazdasági titkárság jövő évi büdzséje lényegesen magasabb lesz az ideihez képest. A 2022-es teljes költségvetés 8 milliárd 360 millió, 2021-re pedig 6 milliárd 900 millió dinár volt. Látható a különbség. A beruházás összértéke 115 millió dinár, ebből 40 milliót a tartományi mezőgazdasági titkárság biztosított.